Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy valentinnapi kedvezményes jóslás, ebben van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat az indiai számítás szerint. Ez a felvétel egy személyes jóslás csillag részére. Kedves csillag, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én kezdeném a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológia területére. A bal oldalon vannak a te kártyáid, és a jobb oldalon vannak az ő kártyái. Itt középen, ami most látható a képen, mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első kép, ez a felhő arra utal, hogy valami láthatatlan számára. Vagy nem tudod, hogy ő mit akar. Minden úgy be van borulva. Viszont ott van mellette a hold, és az utal mély érzelmekre, reményekre, vágyakra és az álmokra is. Erre kellene odafigyelned. És mint harmadik kártya, te vagy itt látható. Te állsz a középpontban. Légy olyan visszahúzódó, de higgy ebben az álomban, ebben a reményben, és várj arra, hogy ő közeledjen hozzád. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Az első kép ott jobb oldalon, ez a kígyó jelentheti azt, hogy nála vannak most megújulások. De ez a kígyó jelenthet egy hölgyet is. De ez nem egy szerelmi kapcsolat, mert a kígyó mellett ott van ez a lovas férfi, aki egy másik férfire utal. Vagy félrelép ez a nő, vagy itt egy házas párról van szó. Ez lehet a baráti körből, de mivel a ház is ott van, és utal családi kapcsolatokra, akkor én úgy mondanám, hogy itt a rokonságról van szó, egy férfiről és egy nőről. Persze itt a ház körül lehetnek szomszédok is, és ők befolyásolják őt, hogy milyen irányba, azt nem tudhatjuk, a képek erre nem utalnak. Most megtekintjük azt, hogy miről kellene elgondolkoznod, mert ez fog bekövetkezni a közeljövőben. A felső képen, ott bal oldalon látható ez a kereszt. Ez utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre is. Mellette a fa jelenti a gyógyító hatást is. De ennek a keresztnek más jelentése is van, utal kármikus témákra, vagy sorsdöntő eseményekre. Amikor a sors utak kereszteződnek, vagy ott állsz a kereszteződés előtt, és felteszed a kérdést, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, itt fontos döntések lesznek a közeljövőben. A fa arra utal, hogy keresed a helyedet az életben, ahol úgy érzed, igen, itt le tudtam gyökerezni. Ezzel sikered lesz. Az eltarthat augusztus-szeptember hónapig, ami fontos számodra, ami a terveket illeti, itt lesz sorsdöntő változás. Ez örömteljes, de legyél kicsit türelmes, mert a fa mutatja ezt a lassú mozgást, de ez biztos. Itt megvannak a gyökerek, és az ad neked tartást az életben, azon kívül gyümölcsöt hoz számodra. Nem csak a párkapcsolat területén, hanem ami a munkádat illeti, az elismeréseket, a sikereket.
Most megtekintjük azt, miről kellene neki elgondolkoznia, mert pontosan az történik nála a következő időben. Ott jobb oldalon látható ez a ravasz róka. Valaki hazudozik neki, becsapja őt. Az lehet ez a férfi és ez a nő is. Vigyáznia kell az anyagiakra, mert a róka mellett ott vannak a halak, és utal pénzügyi dolgokra. Persze a halaknál nem csak pénzről van szó, hanem belső értékekről is. De így ennél a kombinációnál itt úgy gondolom, hogy pénzről van szó. De ő ezt megoldja, mert a virágcsokor jelent egy meglepetést, valami kellemeset. Természetesen azt is mutathatja ez a virágcsokor, hogy te értékes vagy számára, ő meglep téged, jön egy ajándék, de nem tudja, hogy kellene ezt átnyújtania neked, ezért itt ez a ravasz róka mutatja a félelmeket. Ez a virágcsokor mutatja az időt is, a tavaszt, különösen május hónapot, amikor ő átlát ezeken a dolgokon, itt tisztázódik valami, lesz egy közeledés, egy meglepetés vagy egy ajándék. Most megtekintjük a te titkaidat, vagy azt, amire nem figyelsz oda, vagy azt, amit titokban kellene tartanod, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még láthatatlan. Így ez is egy nagy titok, a te titkaid. Ami a jövődet illeti, az ott lent bal oldalon látható. A medve utal a te erődre és bátorságodra. Mellette ott vannak a csillagok, ami szerencsét hoz neked. Nem csak a csillagok jelentik ezt a szerencsét, hanem a négy levelű lóhel is. Ez a csillagkép utalhat spirituális dolgokra, de arra is, hogy bízz a sorsodban, mert ez így van megírva a csillagokban, hogy szerencsét hoz a jövő számodra. És ez a négy levelű lóher utal április hónapra, tehát áprilistól kezdve lesz erőd, bátorságod, minden jóra fordul, és a szerencse köszönt hozzád. Most megnézzük azt, hogy mik az ő titkai, vagy azért, mert ő nem figyel oda, vagy eltitkol előled valamit, vagy később fog bekövetkezni, még nem látható, tehát ez is egy nagy titok. Az ő titkai. Ez az ostor ott lent jobb oldalon. Kellemetlen, ez fáj neki. Utal vitákra és veszekedésekre. Szerencsére ott van a kasza, mert az elvágja ezeket az eseményeket, tehát ő túlteszi magát ezen, lezárja ezeket a kapcsolatokat. Aztán láthatóak a madarak, ez jelenti a könnyűséget is, de utal beszélgetésekre, kommunikációra, ő közölni szeretne veled valamit. Most megnézzük azt, hogy mi köt össze benneteket. Ez a kulcs utal a biztonság érzetére. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, bízz ebben a férfiben, bízz ebben a szeretetben. És ezzel a kulcssal le lehet valamit zárni, mint ahogy a kasza is mutatja. Ő lezárja a múltat, és lesz itt egy új kezdet. Ő is kezébe veszi ezt a kulcsot, és itt kinyílik egy ajtó. Ezek a lehetőségek számotokra. És most áttérek az asztrológia területére. A nap szimbolizálja a te énedet, a te fellépésedet, a te kisugárzásodat. Ha az életedet úgy tekinted, mint egy színdarab, akkor a nap mutatja számodra, itt te játszod a főszerepet. A te horoszkópodban a nap a nyilas jegyében található. Ez a tűz eleméhez tartozik, utal az erődre, a bátorságodra,
a lelkesedésre, a szenvedélyekre, viszont a nyilas jegyénél fontos valamit figyelembe venni, egy irányt. Erre utal a nyíl, a nyíl, a nyilas jegyében mutatja a mi galaxiánknak, ennek a tejútnak a központját. Spirituálisan ez az energiamező utal a mi vágyainkra, álmainkra, reményeinkre, és ez az irány. És ha ez téged lelkesít, akkor itt mozgásba jönnek a dolgok. Az ő horoszkópiában a nap a bika jegyében van az indiai számítás szerint. A bika jegye az a föld eleméhez tartozik. Ő kedveli a reális dolgokat, az anyagiakat is, és számára fontos a biztonság érzete. Ő olyan kényelmes és élvezi az életet. Nálad pedig mindig van mozgás. Ő más, mint te. Te is más vagy, mint ő. Ez lehet érdekes a párkapcsolatban, mert te tudsz tőle sokat tanulni, vagy ő tanul tőled. És így ki tudjátok egyensúlyozni a dolgokat. Ráhú az a felfele mozgó hold csomó. Ez egy kármikus csomó. Utal egy új irányra, egy új életterületre, amit mi nem ismerünk. De a lelkünknek szüksége van erre. Ez a hold csomó mozog, és ez évben, jövő év márciusáig a bika jegyében mozog, és el fogja érni az ő napját. Itt lesznek kármikus témák, új lehetőségek, vagy ő keres egy kiutat a helyzetéből, vagy egy új irányt. Most megtekintjük a hold állását. A hold mutatja az álmainkat, a vágyainkat, a reményeinket, kihat az érzelmeinkre. Te egy teli hold után születtél egy ilyen fogyó hold fázisban. A holdad a rák jegyében van, de a határon, a rák jegye és az oroszlán jegye között. Te mindkettőt ismered. A rák jegyében a hold jól érzi magát, mert uralkodik a rák jegye felett. Ez mutatja az anyai érzelmeket is. Az ő horoszkópiában a hold a kos jegyében van. Visszatérve a te hold állásodra, ha a rák jegyét éled, az érzelmeket, a mély érzelmeket, a családi kapcsolatokat, ezeket az anyai érzéseket is, akkor ő ezzel nem jön össze. Akkor van köztetek ez a húzavona, mert te nem érted meg őt, és ő nem ért meg téged. De visszatérve a te hold állásodra, ha te a rák jegyét éled, a mély érzelmeket, és érzékenyen reagálsz, vagy megsértődsz, mert ő nem mutatja úgy ki az érzelmeit, mint ahogy te szeretnél, és te emiatt visszahúzódsz, akkor ő nem ért meg téged, nem tudja, hogy mi van veled. Mert neki mások az érzelmei a kos jegyében. Viszont, ha te az oroszlán jegyét éled, mert ezt is tudod, ezt is ki tudod mutatni, akkor egy hangban vagytok. Nem szabad visszahúzódónak, megsértődöttnek lenni, hanem legyél a középpontban. Legyen meg ez a magabiztos fellépésed, a lelkesedés, ez a tűz eleme, mert ez köt össze benneteket. Visszatérve az ő holdjára, ő röviddel egy új hold előtt született, egy ilyen csökkenő hold fázisban.
és most áttérek a Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó utal a szépségre, a harmóniára, a művészetek területére, és nálunk, hölgyeknél a nőiességre. A te Vénusz bolygód a vízöntő jegyében van, és mutatja azt, hogy te különleges vagy, mint nő, más, mint mások. A vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, számodra fontos ez a könnyűség és a szabadság érzete. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó jelenti az ő jó ízlését, esetleg a tehetségét a művészetek területén. Azon kívül azt is jelenti, hogy mit vár el a párkapcsolatban, mit kellene az ő társnőjének nyújtania, mik az ő elvárásai. Nála Vénusz bolygó a halak jegyében van. A halak jegyében Vénusz bolygó erős, jól érzi itt magát. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. De ebben a csillagképben két hal van, két irány. Az egyik utal a félelmekre, a bizonytalanságokra, a másik pedig a hitre, a megbízásra, a szeretetre. Tehát ez kell, hogy legyen az irány, légy magabiztos, nem utasd ki a félelmeidet, ne légy bizonytalan. Kettőtök között megvan a harmónia, mert a vízöntő jegye és a halak jegye egymás mellett áll. Ez úgy hat, mint jó szomszédoknál megvan ez a közelség és bizalom. Most áttérek Mars bolygó energiájára. Mars bolygó utal az erőre, a bátorságra. Ez megvan nálunk hölgyeknél is, mert ezzel tudjuk védeni magunkat, bebizonyítani magunkat az életben. Mars bolygó az egy férfias energia, utal a férfira. A mi horoszkópunkban nálunk hölgyeknél utal a lelki társunkra. A te horoszkópodban Mars bolygó a nyilas jegyében van. Az utal külföldre, külföldi kapcsolatokra, de ez az utazás lehet egy lelki út is, hogy te keresed a lelki társadat. Mars bolygó itt a nyilas jegyében, a tűz elemében van, az utal a te erődre, a bátorságodra. Mars jól érzi magát a tűz elemében, viszont előfordulhat, hogy elsieted a dolgokat, vagy türelmetlen vagy. Az ő horoszkópjában Mars bolygó a szűz elemében van. Ő mindent átgondol, mielőtt döntéseket hoz. Az lehet, hogy téged zavar, de őt is zavarhatja az, ha te türelmetlen vagy. Itt kell köztetek egy megoldás, az arany középút. Ne túl sokat, ne túl keveset. Kedves csillag, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.